Lichter Lajos szabadkai termelő és családja már évtizedek óta foglalkozik mezőgazdasággal, és minden évben igénylik az üzemanyag támogatást. Nem sokat, de valamennyiben segít azért 20 dinár, elég sok, meg ha most ha 60 liter lesz érni, 50-60 liter kül, hogy egy holdat el, vagy egy hektárt elmunkáljon. Mi minden termesztenek? Itt a buza, napforgó, akkor a kerti veteményi káposzta, a umplika, a láb, tök minden bű van, csak nem sok. Azelőtt volt 4-5 hold hektár kert, vagy egy hektárt vetünk, többet nem, mert itt nem lehet eladni. A gazdák legfeljebb 20 hektár termőföldre igényelhetik a támogatást, és hektáronként 60 liter gázolajért, literenként 20 dinárt kapnak. Ennyi volt a tavalyi támogatás is. Garajszki Róbert, bajmoki gazda szerint a köztársasági támogatási rendszer nem egészen úgy működik, ahogy kellene. Ugyanis gyakran nem megfelelő feltételekhez kötik a jogosultságot. Figyelembe véve azt, hogy a környező országban milyenek a támogatások, a miénk ezek tulajdonképpen mondhassuk úgy, hogy elenyészőek. Nem mondom, hogy a nullával egyenlőek, mert bármi dinárt kap az ember, az mindig jól jön, de azért nagyon kevés. Sok pályázat van most is kiírva úgy tartomány, mint köztársasági szinten is, amiről szerintem nagyon kevesen beszélnek az, hogy ki felel meg ezeknek a föltételeknek. Ugye ez úgy néz ki, hogy a nagy közönségnek megreklámozzuk, hogy vannak támogatások, és mindenki azt hiszi, hogy a parasztgazdák milyen nagy támogatásokat kapnak. Egy példát szeretnék kiemelni, 80 lóerős traktorokra való pályázásra. Lehetőség van azoknak, akik 2 hektártól kevesebb területén van nekik ipari növény vagy kalászos bejelentve. Akinek 2 hektártól kevesebb van, nincs szüksége traktorra, vagy pedig nem mezőgazdasággal foglalkozik. Úgyhogy tulajdonképpen ebbe a konkrét esetben ezt mondhatnánk, hogy ilyen lesz semmi fog meg jól. De ugyanez a helyzet nagyon sok más pályázattal, ahol például 50 hektár fölött nincsen lehetőség pályázni. És aki becsületesen csinálja, ugye, mert most a törvény szerint be kell írni minden hektár megművelhető területet a kincstári bejegyzéshez, és ugye mi, akik ezt megtettük, mind kiestünk attól a lehetőségtől, hogy pályázhassunk. Na most nem azt mondom, hogy minden téren ez a helyzet, de nagyon sok helyen. A hét elejétől a mezőgazdasági termelők benyújthatják kérelmeiket a hektár alapú üzemanyag támogatásra a kincstári igazgatóság minden fiók intézetében, és 7 napon belül a pénz már a számlájukon lesz. Jelentette ki Branislav Nedimović, mezőgazdasági miniszter. A mezőgazdaságban az intézkedésekből sosem elég. Ez most ugyanakkor a támogatás, mint a tavalyi. Remélem, ősztől a mezőgazdasági jogszabályok módosításával némi javulást tapasztalhatunk ebben a szektorban. Nagyon fontos végre meghatározni, ki tekinthető mezőgazdasági termelőnek. Vajon olyan személy-e, aki ebből él? És aztán nekik nagyobb jogaik legyenek, mint azoknak, akik csak kiegészítő keresetként foglalkoznak mezőgazdasággal. Még a kis traktorokra kiírt pályázat sem zárult le, egészen május 31-ig lehet rá jelentkezni. Eddig 800 kérelmet nyújtottak be, számításaim szerint lesz még sok pályázó május végéig. Jövő héten kezdjük kifizetni a traktorokra nyújtott támogatásokat. Ami a nagyobb traktorokat illeti, erre a célra a Szerbia 2020-2025-ig programban 50 millió dinárt hagytunk jóvá erre az évre. Úgy vélem, ez elegendő ahhoz, hogy felújítsuk a régi gépeinket, és lassan fiatalítani tudjuk a traktorállományt, melynek az életkora jelenleg 19 év. A miniszter ígéretet tett, hogy a hétvégéig a 20 legfontosabb mezőgazdasági termék várható árát is közzéteszik. Egyébként a hektáronkénti támogatásra és az üzemanyag támogatásra közel 10 milliárd dinárt biztosított az állam, ami körülbelül 1.850.000 hektár szántóföldre, illetve 450.000 bejegyzett mezőgazdasági birtok számára lesz elegendő.